Egy nagy hello mindenkinek, az én nevem Vitpro, és igen, jól lehet hallani, meg vagyok fázva, nem kicsikét, de nagyon. De ez annyira most nem is fontos. A lényeg az, hogy most van 2020. január 13-a, és csak úgy teljesen rutinosan följöttem ide a YouTube csatornára megnézni az értesítéseket, kommenteket, blablabla, szokásos rutinos megmozdulásommal, és akkor megláttam ezt a gyönyörűséges számot itt, hogy a csatorna elérte a 200-as feliratkozó számot. Ezúton is köszönjük nektek, nagyon királyok vagytok ismételten, és sikerült tartani azt a ütemtervet, hogy így minden évben az aktuális feliratkozó számunk az így megduplázódik, tehát tavaly ilyenkor volt a Káviszlet első része, ez pont január 13-án, ó, királyság. Szóval igen, pontosan egy évvel ilyenkorral lett kirakva az első Q&A-nk, ami a 100 feliratkozó történet miatt volt, és ezúton is szeretnénk csinálni egy ilyet. Szóval a kávészünet második része az most meg van hirdetve. Kérdéseket a Q&A-hoz ez alá a videó alá tessenek írogatni, akár gamingről, személyeset, nem személyeset, mondjuk az attól függ, hogy válaszolunk-e rá, vagy akarunk-e válaszolni rá, vagy nem. Szóval, ja, lesz egy új Q&A, és akkor azt nem tudom, lehetséges, hogy össze fogjuk passzírozni az évértékelővel, vagy lehet, hogy a 300. videó után még oda bepasszírozzuk valahova, még nem tudom, még nem döntöttem el, de meg van hirdetve hivatalosan, és akkor oda lehet pakolni a kérdéseket. És tényleg viccesem úgy, hogy tavaly ilyenkor voltak 100 feliratkozónk, és két évvel ilyenkor meg durván olyan 50 vagy 30 körül volt. Valahogy úgy volt. Na mindegy, szóval vicces, de nagyon jó, mert akkor jövő ilyenkor már a 400. feliratkozós. Szóval a Q&A-ból már akkor a lazán a negyedik részt szeretnénk készíteni, úgyhogy húzzatok bele, srácok, oké? Okay? Úgyhogy jöhetnek tovább is a feliratkozások. Ez a videó ez nem fog sokáig publikus maradni, szóval a határidő az jövő héten kedd, tehát január 21-én le fog záródni a Q&A-ra való felkészülés, szóval addig tudjátok feltenni a kérdéseket, és utána az a videó nem listázottba fog kerülni, hogy azért meg tudjam tartani azt a 300 videós történetet, mert ennek a helyére nem ezt a videót akartam volna kirakni, hanem a következő majd ez lesz, upá, spoiler alert, de szerintem akik Discordon vannak, azok úgyis tudják, hogy ezzel foglalatoskodok most egyelőre, és még mindig nem vagyok készen, mert 20 perc van egyelőre csak megvágva az egész történetből, tehát, és még a Pokémon Direct-es történetet nem is raktam még hozzá, tehát mindegy, egyelőre ez várható. Ez készülget, ezután lesz akkor az évértékelő, és akkor a 300. videó. Hát és akkor vagy összepakoljuk az évértékelővel a Q&A-t, vagy az után fogjuk kirakni a Q&A-t, de mindenképpen lesz valamikor Q&A, és akkor kérdéseket ide, ez alá a videó alá. Oké, köszi, sziasztok. Csak ennyit akartam amúgy.